Köszöntöm Önöket, az Együnk magazint látják. Mai műsorunkban foglalkozunk immunerősítéssel, belenézünk egy báb előadásba, részt veszünk egy baba-mama foglalkozáson, és elkalauzoljuk Önöket egy autószerelő műhelybe is. Tartsanak velünk! A téli időszakban kiemel szerepet kap az immunrendszer erősítése, valamint ilyenkor már sokan érezhetik az allergiás tüneteket. Mindezekről beszélgettem stúdiómban egy táplálkozási szakemberrel. Itt van velünk stúdiómban Suplicné Tóth Mária, táplálkozási szakember, akivel ezúttal az allergiáról, illetve az immunrendszernek az erősítéséről beszélgetünk. Köszöntelek! Nagyon fontos ilyenkor a téli időszakban, hogy erősítsük az immunrendszert, illetve mára az arra érzékenyek elkezdik érezni az allergiás tüneteket. Van-e valami összefüggés a kettő között? Igen. A szervezetben mindennel összefügg, ez nem egy új felfedezés, ez nagyon-nagyon régi. Az allergiás reakciók, az allergia, egyáltalán az allergia megléte, kialakulása nagyon nagy mértékben függ az immunrendszer mienségétől. Biztos, hogy hallották már a nézők is, te is azt, hogy azt mondják, hogy civilizációs betegség, tehát már van egy ilyen fogalom együttes, hogy civilizációs betegség, amelynek szoros része ez a bizonyos allergia, a különböző allergiák. Ugye amikor allergiáról beszélünk, akkor külön kell választani pollenallergiát, ételallergiát, tehát nagyon-nagyon sokféle allergia van, különböző vegyi anyagokra, kontakt dolgokra, bőrön keresztül, tehát az allergia ma már nagyon-nagyon széles körben érinti az embereket. És hogyha elkezdünk kutakodni, hogy ez vajon miért lehet, akkor mindig oda jutunk, hogy nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy az immunrendszerünk hogyan véd vagy nem véd bennünket. És akkor már meg is érkeztünk ahhoz, hogy miért civilizációs betegség, mert az immunrendszernek az állapota nagyban függ attól, hogy hogyan táplálkozik az egyén, hogyan mozog például, vagy egyáltalán a mentális egészsége milyen, tehát összességében az immunrendszere mennyire tud sérülni, vagy mennyire tud erősödni. Kell a tudatosság. Most már a mai kor emberének nagyon-nagyon fontos az, hogy tudatos legyen. Erre a tudatosságra egyébként milyen eszközök vannak, hogyan lehet erősíteni az immunrendszert, esetleg az allergia hogyan előzhető meg? Az egyik és a legfontosabb dolog az, hogy a beleinket tisztán tartsuk. Az, hogy a bionómikus rendszerünket, mert most már ezt is külön hívják az emésztőtraktust egy bionómikus rendszernek, az, hogy a bionómikus rendszerünk jól működjön, az, hogy a probiotikus közeg megfelelő legyen, hogy a rost bevitel megfelelő legyen. Ha annyit mondok, hogy 40 g-nyi rostot kéne naponta fogyasztani ahhoz, hogy az immunrendszerünket erősen tudjuk tartani, hogy a zsírokat lekösse, hogy a káros anyagokat kiürítse, hogy azokat a baktériumokat, amelyek ártó baktériumok és kontaminálódnak a vékonybélbe, és például az allergiát ki tudják váltani, hogy azokat kiürítsük, ahhoz rost kell. Tehát a zöldségfogyasztás, a teljes gabonaszem fogyasztás, az nagyon-nagyon fontos. Ugye a hagyományos táplálkozás tudomány azt mondja, hogy 50-55%-ba kell szénhidrát tartalmú ételt fogyasztani. És akkor azt mondja az ember, hogy úristen, hát az borzasztó, mert attól én meg fogok ízni, hogy ez mennyire nem így van, az jön onnan, hogy a finomított szénhidrátokba gondolkodik a mai ember. Tehát nem a teljes szembe, nem a barna rizsbe, nem a graham listbe, hanem minden finomított. Mikor beugranak egy pékségbe, és az az ebéd, hogy gyorsan bekapok valamilyen finomított lisztből készült szénhidrát bombát, hát az biztos, hogy nem szolgálja az egészségünket, és az biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy allergiásak legyünk. Említetted, hogy rostokat minél nagyobb mennyiségben fogyasszunk, hogy ugye nyáron azért erre mégiscsak nagyobb a lehetőség, meg a tavaszi időszakban, hogy ilyenkor télen milyen gyógynövények vannak, esetleg vitaminok, amivel pótolhatjuk ezeket? Mindenféleképpen fontos a gyógynövények és a vitaminok bevitele, ez nagyon jó, hogy említed. Például itt a fekete kömény. A fekete kömény az, hogyha allergiáról beszélünk, kitűnően működik már az allergiás reakciókban. Tehát amikor már kialakult az a bizonyos orviszketés, orfolyás, torokviszketés, azok a kellemetlen tünetek, akkor is lehet alkalmazni, de az immunrendszer erősítésére is lehet alkalmazni, mivel az immunrendszer tudja
koordinálni ezt a bizonyos allergiás reakciót. És itt összeér a két dolog, hogy az én erős immunrendszerem, ami figyel, az hogyan tudja megakadályozni az allergén tényezőknek a bejutását a szervezetbe. De például ott van a gránátalma. Gránátalma most már nálunk egy abszolút kapható gyümölcs, a levét lehet fogyasztani, de magát a gyümölcsöt is meg lehet enni, ami kitűnően jó. De egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon el vannak savasodva az emberek. A túl sok fehérje, a túl sok finomított dolgok, ez az egész jóléti társadalom hozadéka, úgyhogy nagyon fontos, hogyha lugosítjuk a szervezetet. Lugosítani pedig a zöldekkel lehet. A klorofil, kitűnő immunerősítő, kitűnő antiallergén, kitűnő lugosító, a buzafű, az árpafű, a lucernafű, de csak gondolkodjunk a zöldségekbe, egy egyszerű kelkáposztába, kelbimbóba, brokkoli például. Napi szinten ajánlom a brokkoli fogyasztását, ott, ahol esetleg valami immunhiány van. A gyerekeknek nagyon-nagyon fontos. Készítsük el úgy, hogy az gusztusos legyen a gyerek számára, és kínáljuk meg talán napi szinten ezekkel a zöldekkel a gyereket is, de felnőtteket mindenképpen. Említetted ugye a fehérjét, hogy az sem feltétlen jó a szervezetnek, pedig egyébként a mai világban mégiscsak hallani azt, hogy jót tesz nekünk, hogyha fogyasszuk, akkor mégis most mit fogyasszunk, vagy milyen mennyiségben tegyük ezt? Hol az igazság, ugye? A normál adag az 0,81 grammnyi fehérje test kilogrammonként. Tehát gyakorlatilag mondjuk én, mint 50 kilós ember, egy grammot fogyaszthatnék test kilogrammonként. A tapasztalás az, hogy sokkal-sokkal több fehérjét fogyaszt a maikor embere, túl sok húst fogyasztanak, és a legnagyobb probléma az, hogy keverik a fehérjéket, és egy idő után már nem tudja emészteni a szervezet. Tehát igaz, hogy bejut a szervezetbe a fehérje, de a fehérje miért kell nekünk? Azért, hogy a fehérje aminósavaiból majd az én szervezetem felépít egy saját fehérjét, egy hormonfehérjét, egy idegfehérjét, egy izomfehérjét, tehát a szervezetemhez, szervezeti működéshez szükséges fehérjét. Csak ott bukott a mutatvány, hogy amikor én telepakolom magam mindenféle fehérjével, az emésztőenzimeim, a bionomikus rendszerem nincs optimális állapotban, nem tudja szétbontani. És nem, hogy profitálok ebből, hanem teherként jelentkezik ez, és az emésztetlen fehérje lerakódik az izületekbe, lerakódik az idegsejtekbe, gátolja az immunrendszer helyes működését, és egy táptalajt ad az allergiának. És ugye itt most csak egy fél szóval az, hogy ez hogy szép vagyok, fit vagyok, izmos vagyok, és nyomom magamba a mindenféle fehérjéket, nagyon súlyos vesekárosodást is elő fognak idézni vele azok, akik ezzel élnek. Tehát mindent mértékkel kell tenni. Szükség van a fehérjére, de csak mértékkel, jó minőségben, és nem összezsúfolva egy étkezésen belül többfélét. Tehát akkor mindennel összefügg, visszakanyarodva egy kicsit az allergiára, hogy mégis minek van most a szezonja, tehát mik azok, amit érzékelhetnek. Igen. Most már az allergia szezon is egy kicsit gyorsabban jön. Tehát ezelőtt azt mondom, hogy 10 évvel, míg február végén beszéltünk arról, hogy a mogyoró pollenje levegőben van, vagy az éger pollenje levegőben van, most már ott van. Tehát ennyivel gyorsabb a helyzet. Ez sok minden nyilván klímafüggő is, meg sok minden függvénye, de már most a mogyoró pollenje levegőben van. De én azt kérem mindenkitől, aki tudja magáról, hogy például a parlagfűre allergiás, ami ugye majd ugyan augusztusban lesz esedékes, de nekik már most kell arra figyelni, hogy csináljanak egy béltisztítást, csináljanak egy májtisztítást, ugye a Mária töv is egy csodálatos dolog. Nyugodtan el lehet már kezdeni egy Mária töv is kúrát. Ásványi anyagokkal erősítsék meg a szervezetet, az ásványi anyag is lugosít a klorofil mellett, tehát lugosítsanak. Készítsék fel az immunrendszerüket arra az állapotra, amikor az allergén találkozni fog a szervezetükkel, és az antigének ott munkálkodnak. Tehát nem elég korán kezdeni, már most el kell kezdeni. Ugye a téli időszakban, te is említetted, hogy nyáron sok zöldség, egyebek. Téli időszakban nincs, sok zsír van a téli időszakban, kevesebb mozgás van. Tehát felszaporodnak olyan felesleges pluszok a szervezetben, amitől meg kell szabadulni, ha azt szeretnénk, hogy jól működjön a testünk. És ennek még egyébként idejében is vagyunk tényleg.
tényleg még azért a tavasz kicsit odébb van, tehát erre még van idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, várunk vissza legközelebb is. Én is köszönöm. Elindultak a báb előadások az idei évben az igézőben. A Meseerdő Báb Színház társulata a legszebb karácsonyfa felkutatására hívta a gyermekközönséget. Sünikék, mókuskák, hol vagytok? Bújjatok csak gyorsan elő! Ahó! És lassan-lassan énekszóval keresték a gyermekek az erdő lakóit, a bábjáték szereplőit az előadás kezdetén. A kedves történet megidézte a karácsony meghitt hangulatát, megmutatva a készülődés szépségeit a kicsik és nagyobbak számára. Egy erdei történet, három fenyő története, a legszebb karácsonyfa című mesét próbáltuk elkészíteni. Egy kicsit a téli hangulatot idézve, egy kicsit a karácsony hangulatát idézve, próbáltuk meg eleveníteni az erdő kis állataival, az erdő szereplőivel ezt a nagyon kedves történetet. Nagyon hideg ez a tél, minden belepett a hó. Ott egy hagyikó! Úgy bizony, mókuska, ered csak magadnak menedéket. A téli erdőben biztos találsz magadnak. Te mókuska, szaladj csak az erdőbe. Mi a különbség így a bábszínház és a másik fajta színházi előadás között? Milyen fajta előkészületeket igényel egy ilyen előadás? Igazán nehéz lenne megfogalmazni már csak azért is, mert oly sok összetevője van, és nagyon komplex műfaj, de úgy hiszem, hogy minden gyermek közeli előadásnak talán az a lényege, ha lehet ezt egyáltalán summázni, hogy legyen meg az az interakció, ami elindul az előadás első percétől kezdve, és aztán remélhetőleg próbáljuk ezt őrizni az előadás végéig, amikor is érzelmileg is a gyerekek érzelmeire próbálunk meg olyan módon hatni, hogy nem véletlenül azért olyan meseket játszunk, hagyományos, klasszikus, paravános játékokat, ami nagyon előnyös a mi szempontunkból, mert hozzánk valahogy ez áll közel. Így lehet talán a legjobban kifejezni azokat a fontosnak érzett gondolatokat, érzéseket, amelyekkel megközelítünk egy előadást, egy műsort. Hű, mekkora hó esett! Mindjárt gyúrok egy óriási hógolyót. Szeretek hógolyózni? Igen! Na nézzük csak, halihó, halihó, hógolyózni jó. Csuda jó, csuda jó. Na gyúrok egy jókora hógolyót, hógolyót, hógolyót. Feldobom a háztetőre. Hó, hoppá! Leesem! Gyújjak még egy hógolyót? Igen! Jó! Halihó, halihó, hógolyózni jó, csuda jó, csuda jó, júj! Jókora hógolyó. Ezt is feldobom a háztetőre. Hó, hoppá! Júj, nagyanyom, oda benn van a konyhában. Az óvodás korú gyermekek számára most is 40 perc alatt bontakozott ki a történet. A Meseerdő Bábszínház két tagja, Pap Ágnes és Lénert László keltette fel a közönség figyelmét, és tartotta fent az érdeklődést a bábjáték végéig. Kipróbáltam ez az a 35-40 perc, amit úgy gondolom, hogy talán az óvodás korosztályú gyerekek részére készítettük ezeket az előadásokat, és hát az a tapasztalatunk, hogy ennyi elég is talán ahhoz, hogy próbáljuk meg átadni mindazt, amit szeretnénk. Hát szervusztok, kedveském, Őrzse anyu vagyok. Úgy látom, jó kedved van, Danikám. Hát, csuda jó a kedvem. Nagyon jó. Azt ígérted, hogy mesélsz nekem egy szép történetet karácsonyi csillagtündéről. Emlékszel? A Meseerdő Bábszínház a felújított régi mesékkel örvendezteti meg 2022-ben a gyermekeket, és készülnek a Csillagszemű Juhász című népmese feldolgozásával is a közönség számára.
Dallal, mondókával és sok-sok vidámsággal indult a kedd délelőtt a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Évköszöntő ringató foglalkozást tartottak családoknak Rozványi beavezetésével. A hajnali harangszónak kilind a lángója. Népdalok, ölbéli játékok, mondókák, erről szól a ringató foglalkozás, ami szeptember óta csalogatja a kisgyermekes családokat azért, hogy a zenei nevelést már egészen kiskorban be tudják csempészni a kicsik mindennapjaiba. Az egyik édesanyja azt mondja, nagyon szeretik ezeket az alkalmakat, 7 hónapos kisfiúknak nagy élményt jelent a családias légkörben eltöltött idő. Nekünk a családi életünkben nagyon bekúszott a ringató. Több könyvet megvettünk, és rendszeresen énekeljük, mondókázzuk az itt hallott dalokat. Már olyan szinten, hogy apuka is megtanulta ezeket, és így igazán értéket képviselő dalokat tudunk számára biztosítani. Mi most 7,5 hónapos, mi már nagyon korán elkezdtük a ringató foglalkozásokat, a kezdetektől járunk, akkor még csak 3 hónapos volt, és én azt látom rajta, hogy egyre inkább ő is magáévá teszi ezt az élményt. Nagyon szeretünk ide járni a Gárdonyiban ringató foglalkozásra. Ha már csak a kis ritmus érzékét nézzük, ha elkezdünk énekelni, ő már táncol otthon, mozog a szőnyegen, és mosolyog, ugye az együttes élmény az, ami számunkra nagyon nagy hatást gyakorol, és ugye a kötődés, tehát itt az ölbéli játékok, a mondókázás, a népi játékok, azok én azt gondolom, hogy nagyon nagy értéket képviselnek. Kedden indult újra a foglalkozás Rozványi Bea vezetésével, aki azt mondja, az ének, a játék és a szeretetteljes meghitt közeg arra bátorítja a családokat, hogy otthon is közösen tapasztaljanak meg hasonló élményeket. Az itt megtanult élő hangszeres dalok a magyar hagyományokra épülnek, sokat segítenek a kicsik fejlődésében. A ringató célja, hogy mintát adjunk a kisgyermekes családoknak a egész picikortól való zenei nevelésre. Ez kodály gondolatok alapján épült fel, Gró Ilona az alapítója, és a ringató az egy magyar örökségdíjas zenei nevelési módszer, mely erről szól, hogy hogyan tudjuk már egészen pici, akár pár hetes, hónapos kortól a zenei nevelést elkezdeni gyermekeknél. 5 éve tartok foglalkozásokat, mint ringató foglalkozás vezető. Előtte 6 évig jártam a saját gyermekeimmel, így ismertem meg, és akkor szerettem volna, hogy maradjon meg az életemben ez az értéket képviselő foglalkozás, így lettem foglalkozás vezető itt a Gárdonyiban. Idén szeptemberben kezdtem, ahogy ide költöztünk Székesfehérvárra, azóta tartok ringató foglalkozásokat. A foglalkozásokon énekelünk és játszunk egy ilyen szeretetteljes, meghitt közegben. Arra bátorítjuk és buzdítjuk a családokat, hogy hogyan tudnak közösen játszani és énekelni a kisgyermekeknek. Ez főként a magyar hagyományokra épül, tehát magyar népdalok, ami az alapját képezi a foglalkozásoknak. Ezen kívül vannak egyéb népek dalai, komponált gyerekdalok, és mind élő zeneszó és élő hangszeres éneklés és közös játék. A ringató foglalkozásokra minden kedden délelőtt 9:30-tól várják a legkisebbeket egészen 3 éves korig családjaikkal a Gárdonyi Géza Művelődési Házba. Nagyot ugrik! A legexkluzívabb és a legnépszerűbb ritkaságnak számított a BMW 507. Egy ilyen ritkaság érkezett nemrégiben Magyarországra is, amelynek restaurálásában egy székesfehérvári csapat is részt vett. Őket látogattuk meg műhelyükben. 957-es az autó, ez abban az időben pont 2-szer annyiba került, mint egy új Corvette. Ettől majdnem csődölt a BMW gyár. Csodálatos vonalak, karakteres megjelenés, a BMW 507 mindig is a bajor gyártó modelltörténetének egyik legexkluzívabb és legnépszerűbb ritkasága volt. Mindössze 252 darab és 2 prototípus készült belőle 1955 és 1959 között. A Roadster egyik legendás tulajdonosa Elvis Presley volt, akinek autójához számos legenda kötődik, és közel 50 évig a világ azt hitte, hogy a király autója végleg elveszett. De ez egy másik történet. A V8-as motorral szerelt exkluzív kabrió újjászületésének lehetünk tanúi Magyarországon, a korábbi külsőt már helyreállították. Az eredeti színe ugyanis
ezüst kék volt az autónak. Itt vagyunk ezúttal is Vasilko Balázs műhelyében, ahol egy 1,5 milliárdos BMW ritkaság felújítása zajlik éppen. Mit tudhatunk erről az érdekességről, erről az autó ritkaságról? Elég ritka, 26 darab ismert példány a világon. 26. Jelenleg 26. 252-t gyártottak belőle, és 26 ismert példánya létezik manapság. Uh-huh. Ebből egy itt van nálunk. Dokumentáció érkezett a gyárból, érkezett hozzánk egy mérnök, aki elmondta, hogy ennek milyennek kell lennie. Megkaptuk hozzá az összes szertifikációt, mindent, amit csak el lehet képzelni, és akkor az alapján építettük fel ezt a járművet. Az autó viszonylag jó állapotban volt, egy kis fényezés, minimális lakatos munka, egy kis motorsimogatás után a teljes kárpitozásra szükség volt, ami a székesfehérvári műhelyben készült el. Mi volt, ami kihívás volt? Az egész. Az egész? Az egész, ehhez nincs semmi. Hát ez csak úgy, hogyha jött egy olyan szakember, aki ezt már látta, ismeri ezt a típus, és elmondta, hogy hogyan kell csinálni. Tehát ez semmi nincs. Semmit nem lehet beszerezni. Nem az, hogy felmegyek az internet és veszek hozzá valamit, mert nincs. Ezt úgy kell legyártani, vagy a BMW-t megrendelni. És akkor ott legyen. Speciális feladat, amihez Balázsék minden segítséget és információt megkapnak. Mindig megkapjuk a megfelelő szakembert, vagy szakembergárdát, aki lejön hozzánk, és akkor elmondja, hogy hogyan kell csinálni ezeket a dolgokat. Mit miután, hogy ez oda legyen. Azt láthatjuk, hogy ez fából, bőrből, tehát itt minden ez fából, bőrből készül, igen. Kézi munka. Abszolút. Ez az 1957-es autónak a feldelt fáit próbáljuk megmenteni, amennyire lehet. Tehát az eredeti 57-es? Az eredeti 57-es faanyag. Most azon dolgozunk éppen, hogy meg tudjuk menteni, mert ha újat gyártunk, akkor az már nem az. De hogyha ezt megmentjük, akkor ez az. Mindenképpen benne kell rakni az autónak a szívét, lelkét. Láttunk egy csomó érdekességet, és éppen ugye azt is rögzítettük, hogy a tető a helyére kerül, ez is itt készül. Minden itt készül. Mm. Ők biztosítják az anyagot, mi a szakmai tudásunkat tesszük bele. És akkor ebből összerakunk valami olyat, ami nekik is tetszik, meg mindenkinek megfelel. Egészen előre haladott állapotban van most már a projekt. Úgy gondolom, hogy itt két nap is elkészülünk fel. Ez innen elkerül jó messzire. Németország megy vissza a múzeumba. Mm. Ez igazából a múzeum vásárolta magának. Amerikából jött, itt kap egy felújítást és megy vissza Németországba. Vasilko Balázs és a Pepita Kárt csapata már készül a következő munkára, ami szintén BMW lesz, de abból tudomásunk szerint már csak egy darab létezik. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!